Műsorunk fő támogatója a BMW. Támogatónk a Magyar Suzuki ZRT, a Landbau Kft. Bontás az építés szolgálatában. A DM Kft. Egy biztos pont az építőiparban. Ruházatunkról a Danger Wise gondoskodik. Gumi szakértőnk a Revolution Motor. Itt állunk a Nagy Duna partján két Suzuki V-Strom 1000-es mellett. Ezek a gépek elég sokat futottak az elmúlt időszakban. Azt kell róluk tudni, ugye, hogy elindultatok velük Tokióba. Kérdésem, meglett embereknek, hogy jut eszébe egy ilyen nagy túrát megszervezni? 2016-ban egy Afrika túrán vettünk részt Lacival és még egy részvevővel. Olyan távolságba és olyan távoli helyekre jutottunk el, és láttunk olyan számunkra idegen dolgokat, hogy úgy voltunk vele Afrika után hazaérve, hogy ha legközelebb elindulunk valahova, akkor mindenképp szeretnénk megint van olyan nagyon távoli helyre menni, ami nem épp Európa. És hát így a térképet lapozgatva tulajdonképpen csak egy irányba tudtunk elindulni, Ázsia felé. És ha már Ázsia felé elindulunk, akkor mi lehet a legmesszebb, ha nem Tokió. Tokióba indultatok, ugye aztán volt egy kis célváltoztatás. Ez miből is adódott? Hát ezt a túrát már egy évvel korábban elkezdtük szervezni a Magyar Suzuki ZRT segítségével, akik, ki kell, hogy emeljem, az első pillanattól hatalmas nagy segítségünkre voltak. Mindenben megpróbáltak megtenni, hogy mi elérjük a végcélunkat. A japán féllel voltak kisebb problémák, bonyodalmak, ez odáig vezetett, hogy a végén már olyan késő jelezték, hogy mégiscsak el tudják intézni, és mégiscsak segítenek abban, hogy hazakerüljenek a motorok, mert ugye a célunk az volt, hogy a Suzuki gyárba letesszük a motorokat. Ugye ezek a motorok tavaly léptek be az országba, az ő onnan indultak, és hogy ők ugyanúgy bekalodázzák, és még egyszer elküldik Magyarországra, ez ilyen vicces is lett volna, mi meg repülővel hazajövünk, és hát a végén az utolsó pillanatokban olyan dokumentumokat és papírokat kértek be, amikre már nem tudtunk felkészülni, így sajnos indulás előtt nagyon rövid idővel ki kellett találnunk egy alternatív útvonalat. Ajánljátok másoknak, hogy fussanak neki egy ilyen dolognak? Ha igazából az egész túrát kérdezed, akkor azt mondanám, hogy Kazasztánba csak az menjen, akinek nagyon sok ideje van, és van bátorsága letérni az aszfaltozott útról, bírja a homokszemcsés kaját, mert hogy csak homok van, és akármit fog enni, mindenben érezni a homokot. Rettenet nagy hőség van, az emberek nagyon kedvesek, és minimális látnivaló van. Ha az embernek nagyon sok ideje van, és tud cikázni egy olyan országba, amiben mi magunk 4000 kilométert mentünk, csak addól, hogy az egyik végéből átmenjünk a másikba. Mongóliára azt mondom, hogy abba bármikor visszamennék abba az országba, és igazából szerintem ezt mindkettőnk nevében mondhatom. Ős haza? Nagyon meglepő, hogy az emberek a hónajunkig érnek, büszkén néznek föl ránk magasra, és minden harmadik megkérdezi, hogy te hogy nőttél ilyen nagyra. Hiába mondom, hogy nem locsoltak gyerekkoromban, nem kellett az esőn állni, vagy az ereszet alatt, hogy nőjek, így ekkorára adott. Rettenet kedves emberek, nagyon ha valakire rámosolyogsz, már onnantól kezdve nem tudod megúszni a beszélgetést, annak ellenére, hogy semmilyen közös nyelvet nem tudtunk, ez szinte az egész túrára érvényes volt. Az utak azok olyanok, hogy tudni kell, Mongólia az nem egy svájci Alpok, nem le főképpen azért, mert hogy nem lennének hegyek, hiszen egész Mongólia szinte 1500 méter magasan van, az időjárás kellemes, viszont egy ekkora országból, hogy két évvel ezelőtti hivatalos adat szerint 6000 kilométer aszfaltozott útja van, Magyarországnak ki több mint 200 ezer, ez a 6000 kilométer elmondja, hogy a többi út az nem egy leányálom. Rettenetesen lehet élvezni, de aki oda készül, annak ezzel korábban szembesülnie kell, hogy ezekre határozottan fel kell készülni. Mi egy Heidenau K60-as gumival indultunk, mielőtt beléptünk Mongóliába, látszódott az út viszontágság, tehát lekopott egy picit, viszont ahogy Mongóliából kiértünk, közel 2600 kilométert motoroztunk ott, szétvagdosta a gumiainkat az út. Tehát egyszerűen olyan éles kövek vannak szétszórva az úton, igazából nem csak úton, egész Mongólia úgy néz ki, mintha jóisten megszórta volna minél élesebb kövekkel, de ők ezt jól viselik, mi meg eltűrtük, hogy a gumiaink tönkre mentek. Ezek szerint, hogyha valaki ilyenre adja a fejét, egyszer kell egy jó szervező munka hozzá. Határozottan kell, ugyanis a legrosszabb ezekben a túrákban az, hogy nagyon sokat kell szervezni, nagyon sokat kell utánolvasni, hogy rádöbbenj, hogy látnivaló olyan, amire itt a Európában számítunk, hogy valami különleges építészet, vagy különleges, ott nem nagyon van. Ha van, akkor viszont több ezer kilométerre egymástól. Tehát Mongóliában is vannak gyönyörű helyek, mi leginkább nem a városokat kerestük, nem a múzeumokat, nem az ilyen építészeti csodákat, amire mások esetleg vágynak, egy európai kiránduló. Mi inkább arra voltunk kíváncsi, hogy maguk a mongolok a természetbe, hogy hogyan élnek. Kalandvágyból még egyszer irány Tokió?
kalandvágyból, ez egy érdekes volt, mikor hazaérkeztünk, beértünk Magyarországba, és az egyik benzinkúton megálltunk tankolni, és megkérdezte Laci, hogy te megcsinálnád ezt az utat? És mondtam, hogy két dolog kéne hozzá, hogy fizesd, meg hogy beszélj a családommal. Kazasztánt kihagynám, de a többi országot nagyon szívesen, és ezt hozzá kell tenni, hogy nem akarok nyitott kapukat, zárt kapukat kinyitni, hogy esetleg mi lehetne még egy kalandunk, vagy egy tervünk, de ahhoz, hogy Japánba tudjunk vezetni, az a magyar jogosítványt nem fogadják el, kellett csináltatnunk német jogosítványt. Nem volt egy könnyű dolog, sok pénzbe is került, el is intéztük, és most tulajdonképpen van összeköttetésünk, hogy tudunk a legrövidebb úton Vlagyivosztokba eljutni. Van jogosítványunk, hogy vezessünk Japánba, onnan pedig már egy pár szigetország nagyon közel van Kompal. Műsorunk fő támogatója a BMW. Támogatónk a Magyar Suzuki ZRT, a Landbau Kft. Bontás az építés szolgálatában. A DM Kft. Egy biztos pont az építőiparban. Ruházatunkról a Danger Wise gondoskodik. A gumiszakértőnk a Revolution Motor.